Sziasztok! Nos, újra itt vagyunk a kertben. Habár felhősödik, mintha lógna a lába az esőnek. Hát mindegy, jutunk, ameddig jutunk. Ha kell, befejezem holnap. Elhagytam a banánt. Itt a banán. Hát, ugye ilyen, ekkora időközben nem sokat változik. Úgy szépen növöget, hízogat. A nagy, a legnagyobb banánfámat, a legizmosabbat nem mutogatom, mert az újra egy levelet hoz. Abszolút meglepő különben, de hát jó van, hagy hozza. Biztos óriási banánfürt lesz rajta. Fogadni merek, hogy alá kell majd valami fákkal támogatni, meg minden. Na nem panasznak mondom. Na, az első a kertben a bab. A bab gyönyörű szép. Őszintén megmondva, teljesen kinőtte azokat a gondokat, amikkel még januárban küzdöttem. Még itt-ott látszanak, méghozzá a legelső vetésnek, a legöregebb levelein még ott vannak a nyomok. Ugye ez az egész mangán hiány ott van, de közben már maga a növény rég kinőtte, meg már nem jelent neki problémát. Tömve vagyok babbal, különben minden nap szedem. Nem sokat, mert hát mégiscsak ugye hány, 1, 2, 3, 4 tőről van szó. De az a 4 tő, az nagyon szépen produkálja magát. Nézzétek tömbbe. Már vannak, amiket így meghagyok magnak. Egyrészt, hogy legyen legközelebb is ilyen babunk, meg másrészt lehet, hogy föl fogom használni, mint zöldtrágya növényt. Tehát nagyon-nagyon sűrűn odavetem valahova, aztán kikeltek, ottan hogy összegubancolódnak, és egyszer csak mindet levágom, és belásom a földbe gyökerestől, mindenestől. Szóval oké, a bab oké. Tényleg oké. Ott egy érdekes levél, ezt megmutatom. Tehát még az öregebb levelek között is itt-ott próbálja visszaépíteni a mangánt, miközben már ugye nem sok mozgás van egy öreg levélben, de ebből is látható, hogy abszolút jó vannak a növények, tehát rendben. A tök. Akkor a szerencsétlenség, ma reggel ledaraboltam róla egy csomó szép tököt, de muszáj volt, mert most ezt a fölvételt már késő délután készítem, és a kolbásztök az... Hát nem tudom, hogy szemmel most megfigyelhető-e, hogy hogyan növekszik, de kijössz, megnézed, aztán elmész egy 2-3 óra hosszára, visszajössz, és addigra nőttek. Tehát például este a leggázabb, hogyha így éjszaka az ember így vacilál, hogy leszedjem-e, vagy hagyjam reggelig, akkor le kell szedni, mert reggelig hihetetlen nagyot nő. Na mindegy, panaszkodtam rá úgy egy kicsikét a múltkor, ugye, hogy hát szép, meg jó, meg egészséges, meg de hát azért teremhetne többet. Na úgy időközben, az elmúlt, nem tudom mennyi idő múlt el azóta, 8-10 nap, nem figyeltem, egy csomót lehozott, tehát teljesen úgy viselkedett, ahogy a kolbásztöknek kell, amikor jól érzi magát. Itt van egy-két kép a szüretekről, tessék. Na de közben nagyon keményen visszametszettem, új karókat akarok neki ásni, új... zsinegeket kifeszíteni, mert kezd itt összeroskadni ez az egész óriási növényzet. A paprikáim, a paprika az akkora nagy szívás, hogy áthelyeztem őket egy másik kategóriába itt nálam. Szóval a továbbiakban nem a piac felé néznek a paprikák, hanem a féle kísérleti növényeim itteni igényeket próbálom majd vele kielégíteni. Ugyanis kezdenek észhez térni. Szóval sokkal jobban néznek ki, mint a múltkor, a legutóbbi felvételen, de még mindig nagyon picik. És az, amit itt művelnek, hogy már 2 hónapja csak itt így egy helybe átsorognak, hát ez egyáltalán nem elfogadható. Én így saját gyökerén nem neveltem ilyen blokk típusú paprikákat eddig itten, mert például a kaliforniai az érzékeny arra a bizonyos betegségre, amit nálam a talajban van. Oltással viszont már volt sikerem a paprikát illetően, majd utána kotorok néhány képnek, ha találtam, akkor itt van, nézzétek meg valamikori paprikáim. Szóval oltással működött a kaliforniai paprika, és én nekem az a gyanúm, hogy hiába mondják azt, hogy toleráns ez a narvál paprika, így meg úgy, nincs olyan erős és nincs olyan intenzív
gyökérzete, mint egyes vadabb paprikaféléknek, amik erős paprikák között vannak. Tehát nekem azt kell csinálnom, hogy újra erős paprika gyökérzetére kell ráolcsam ezeket a blokk típusú paprikákat, a narvát is. Na mindegy, addig itt elférnek, meg tudom őket figyelni, mit csinálnak, különböző tápokat kapnak, stb. De egyelőre a féle kórházi páciensek itt nálam. A rukkola, majdnem mindig elfelejtem a nevét, a rukkola saláta, az itt helyre jött. A régi rukkolás, a legelső vetés, az tönkrement az árvízben, ez itt helyre jött. Ó, nézzétek már! Na fogadjunk, ezt otthon is ismeritek. Porcsin, portuláka, nálunk vajdaságban zsírparé. Különben ehető salátába. Én volt már, hogy ettem, de azért annyira nem nagy durranás. Na de láthatóan eléggé univerzális, internacionális gyomnövényről van szó. A csokoládi habanérók nagyon szépen nőnek itt, ketten is. Egy ugyanaz, nagyon szép. Na, például itt van. Ugye ez a csokoládi habanéró, ez egy másik ilyen, én nem akarom, most kertész vagyok, de hülye vagyok ehhez, most egy alosztálya, alfaja, fajtípusa, családja, nem tudom, szóval ez egy másik paprika féle, mint a édes tölteni való például paprikák. Paprika, lehet őket keresztezni, de nem ugyanabból a csoportból valók, és ez jobban viseli, ennek már sokkal erősebb gyökere van, mint az narválnak, tehát már erre is érdemes ennek kipróbálni oltani. Ez a cayenne bors, amelyik nagyon-nagyon szerencsétlen volt, és nagyon picike, de közben meg már hozza a kis hát vékony, nyurga, feferónira emlékeztető paprikáit. Az eredeti feferóni itt van, hát ő olyan szerencsétlenkedő, most lepermeteztem szappanlével, nem érzi magát jó az iszapos talajban, ahogy a legtöbb növény nem érzi jó magát. Az óriás ananászok, ők valójában jó vannak. Jó, hát ők itten ilyen luxus vendégek. Á, és ide értünk a paradicsomhoz. Hát a paradicsomom szép. Most mit mondjak, tényleg szép. Vannak apró hibák, amik nem is annyira apró hibák, majd mindjárt beszélek róluk. De a lényeg az, hogy termés, az rengeteg van rajta. Tehát tényleg okés. Szedem őket folyamatosan, már viszik is tőlem, adom el. Érnek. Na, hát ami történt, az ugye nem a mennyiséggel van a gond, mert mennyiséggel elégedett vagyok. Trópusokon, szabadföldön, gondolom ezt meg kell érteni, hogy én itten a helyi hidroponikus fóliákban nevelt paradicsom és az importált ugyancsak hidroponikus fóliás paradicsom ellen vagyok, konkurencia valahol. És hát hogy is mondjam, az a helyzet, hogy minőséget kellene ugye fölmutassak. Tehát ők is tudnak mennyiséget produkálni, nagyon is jobban, mint én. Nekem minőségre kellene törekednem, és itt problémák vannak most a minőséggel. A paradicsom foltosan érik, ezt az angoloknál, vagy amerikaiknál, vagyis hát az angol nyelvvilágban, blotchy érésnek nevezik, vagy grey wall jelenségnek, az a szürke falúságnak. Ez egy nagyon komplikált, nagyon bonyolult dolog. Ez azt jelenti, hogy a paradicsom bogyó nem érik igazán szépen pirosra, és az érése az foltos. Tehát egy része a paradicsomnak csak zöld, érése csak sárga, narancssárga, akkor egy foltban piros, ilyen össze-vissza érik. Most ezeken már egy kicsit gyöngébben látszik, mert közben elmúltak azok a körülmények, amiktől ez van, de a lényeg az, hogyha rengeteg eső esik, akkor nem annyira vízzel van itt a baj a trópusokon, vagyis itt az egyenlítőn, hanem azzal, hogy nagyon felhősek a nappalok, és nincs elég fény, és így is a maximum fény, amit kapunk naponta, az 12 óra hossza. Na most ebből a 12 órából jó lenne, ha minél több szép napsütés lenne, hogy elég energiához jussanak a növények,
de sajnos, amikor így esik, akkor nincs fény, nedves a talaj, egyes tápanyagok kiesnek, stb. Egy összetett stresszfaktor, nem tudják egyenlőre szimulálni mesterséges körülmények közt, nem tudják utánozni ezt a blocsi dolgot, de sajnos előfordul. És hát egyedüli dolog, amivel én védekezhetnék ellene, az a fajták. Na most itt nem olyan egyszerű és nem olyan nagy a fajta választék, mint odahaza. Itt más a helyzet. Itt az a helyzet, hogy nekem ki kell nemesítenem egy ide való fajtát. Ezzel már én foglalkoztam, nem lehetetlen, értek is hozzá. Paradicsommal relatív egyszerű a nemesítés. Úgyhogy itt ez a sor, ez régebben bab, meg tök, meg ilyesmi volt itt, ahogy így állnak ezek a karók. Itt végig újra csak paradicsom lesz, de azzal a céllal, hogy kinemesítsük a szépen, pirosan érő, ízletes paradicsomot, ami ilyenfajta, ilyen ellenálló lombot és ennyire jó alkalmazkodó képességet mutat az itteni időjáráshoz. Hát ugye már amennyire ezt a kettőt össze lehet hozni, megpróbálom összehozni. Meg lehet csinálni, csak akarni kell. Na. Még a paradicsomhoz, aztán leállítom a videót, mert már 10 perc fölött vagyunk, csak hogy megmutassam, hogy tényleg tele vagyok, minden oké. Ja, igen, az esős időben akkor eldobálta a virág bimbókat. Szóval van egy szakaszom itt főleg, ahol kiestek a növények, kész, ott vannak a bimbók elsárgulva, ledobálva, nem kötött. Amíg zuhogott az eső egyfolytába, nem volt hajlandó kötni termést, hogy komplett hűrtök tűntek el. Ez bizony vesztesség, de hát ez van. Hopp, ott például egy paradicsom éppen, hogy megmaradt. Ez van, ezzel kell tudják most élni. Remélem, hogy... Mit reménykedem? Nem sokára jön a monszun időszak. Ha! Fenébe. Na mindegy. Mindenre van megoldás. Oké, vágom a filmet. Akkor még annyit a paradicsomokról, hogy három sor végig be van ültetve. Itt a harmadik sor elején látjátok már milyen szépek. Nem sokára kötözhetem is föl őket, eldőnek, hogyha sokáig várok. Persze attól még utána is felkötözhetem, de ha egyszer eldőlt, akkor itt-ott hozzáér a földhöz, és akkor már felszedhet valami nyavaját onnan. Úgyhogy nem kell várjak. A második sornak a vége, ahol eredetileg már gyönyörű szép zöld paradicsom kellene legyen, az annyira nyamvadék volt, annyira szarul érezte magát az esős időszak alatt, és ez a, hát ez még nem az igazi esős időszak, de volt ugye komolyabb esőzéseink, hogy már úgy voltam vele, hogy kidobálom innen a növényeket, megvárom, még lenyugszik az idő, és rakok le újakat. De ahogy kisütött a nap, és az elmúlt két napban már nem esik, elkezdtek kihajtani. És én tudom, mennyire jó regenerálódik a paradicsom, ha jó érzi magát. Ó, ezt tegnap ültettem ki, az ilyen szerencsétlen. De tényleg úgy hirtelen, két nap alatt sokkal szebbek lettek, mint voltak. És hát... jó, akkor meghagyom őket. Mindegyik sornál ez lesz. Elől gyönyörű szépek, ahogy haladunk hátrafelé, úgy szerencsétlenednek és kopnak el a növények, és lesznek kisebbek, zömökebbek, gyengébbek. De nem baj, majd sokat mulcsozunk, és jó lesz. Szóval itt a harmadik sor, vége, ott is ilyen nagyon picike növénykék vannak még. De ezzel megvan a 200 tő paradicsomom, és úgy tűnik lesz itt majd a végére az egy 280, hogyha az új nemesítésre szánt töveket is beleszámolom, ha bár azokról nem várok el semmi különleset, meg sőt lehet, hogy sok bele is pusztul az én nemesítési munkáimban. De mindegy, van, most van 200 tő, a negyedik sort holnap már kezdem beültetni. Szóval haladok vele, és ha ezt az intenzitást fent tudom tartani, amit itt láttok, akkor úgy azért pénztárcailag is egészen okés lenne. Na, tovább. Itt van megint paprika. Ugyanaz a helyzet, most nem utogassam ezt a szerencsétlen paprikát itt,
Majd ha szebb lesz, akkor mutogatom. De jóval jobban vannak, mint voltak, de szerintem oltanom kell. Az okra. Hát az okra mindenféle hibiszkuszféle. Na, az nő, mint a bolond. Ja, megjelentek rajta poloskák. Nézd, de visszajött még egy-kettő. Szegények, akkor hát ezek is elpusztulnak. Jó, mert egy csoportban, sehol máshol nincs a kertben poloska, csak ezen az egy növényen, ennek is a hegyén, de ott sok. Hát ilyenkor jön a kis fújós flakonkám, tele a taknyos szappanlével, és nekik annyi. Na, okrát azt folyamatosan szedem ugyancsak, hát nem sok van még rajtuk, nagyon picike növények ezek. Jó, hát ez tényleg csak egy érdekesség, meg hogy kicsit néha megszínezze ott a salátát, vagy a főzeléket. Itt aztán van paprika. Á, egyet megmutatok, szóval ez itt a legnagyobb. Ez itt az eddigi legnagyobb tő paprikám, ami már 2 hónapja itt növekszik. Ezt így kellene kinézni. Ó, ott is van egy poloska rajta. Na jó van. Szóval vannak virágbimbók most már ott benne rajta valahol. De egyenlőre nem nagy durranás. Ja, a salátáim, ugye ott az okra előtt az végig saláta volt, azokat felszedtem. Hát nem, azok is kicsik lettek. Ahhoz képest, amit én elvárok, kicsik. Az itteni piaci salátához képest elfogadható. Számomra nem elfogadható. Itt is saláta volt, itt még rosszabb lett, nem volt már trágyám. Majd újra, már vetem a magvait, aztán remélem, hogy jön trágya, mert az kell neki nagyon. És esik az eső. És most reménykedhetem, hogy nem csapódott már rá a lencsére. Hol vagyunk? Aha, marakuja. Hát a marakuja, a legkisebb az a nehézen nő, de látom már, hogy egy levele van, ami szép. A többiek, az első 3 itt főleg, az így megbolondult. De gyönyörűek. Ja, hihetetlen nagyot nőttek. Ez már elkezdett futni, ez látható abból, hogy megjelentek, ott megjelent neki a bajsza. Aha, ott látszik az ujjamnál. Úgyhogy le kell raknom a karókat. Viszont esik az eső, úgyhogy megállunk itten, aztán majd visszajövök, ha elállt. Újra itt elállt az eső, szóval itt voltunk, hogy a marakuja nagyon szép nőnek. Karókat kell jövő héten mindenképpen lerakjak. A banán! Hurrá! Hivatalosan is bejelenthetem, hogy a banán végre megvan. 5 rendesen élő növényke. A legutóbbi palánták azért jók voltak, azoknak volt gyökerük. És hát hiába, azért ha van gyökerük, mindjárt könnyebben megfogják az ültetést, az ültetés után. Mindenhol. Hát ilyen, még kicsit ilyen torzak, meg várnak, de már sokat nőttek itt, egyébként látszik, hogy jól vannak. Múltkor mutogattam itt ezt a legvégén. Na, majd utána nézek a képnek, a videóból kivágom, ha bár emlékszem, elég gyönge kép volt. Ezt a növényt mutogattam utoljára, egy picike növény volt, amit épp legrágott akkor valami rovar. Hát azóta ekkorát nőtt. Szóval most már ezeket is figyelni fogjuk, hogy hogy nőnek, és nem azt figyeljük, hogy melyik fogta meg, vagy hogy már van egyáltalán banán. Van banán. Hurrá! A papajás, az nagyon szép, kivéve egyet ott középen, amelyik a legmélyebb pontján volt ugye a sornak. Többiek nagyon szépen nőnek. Igazán tényleg minden rendben van velük, tehát nem tudok rosszat mondani, ezzel is elégedve. Hát még nem lehet megfigyelni, hogy melyik a nőstény, melyik a hím. Majd kiderül. Remélem nem túl sok hím lesz, mert igazán erre a sorra egy hím bőven elég. De persze ne is álmodjak erről, tuti lesz néhány, azokat meg ki kell dobálnom. Most már ennek is nagyobb a levele, mint a tenyerem. Túlnőtte a tenyeremet bőven.
körülbelül olyan, meddig a mellkasik kell érjenek, jó egy és fél méter magasak kell legyenek ahhoz, hogy láthassuk, melyik lesz a lány és melyik a fiú. Még ezek a kicsit kisebbek is szépek, egészségesek. Egyedül ez az egyetlen egy, amelyik ilyen szerencsétlen volt. Már majdnem kidobtam, de most a két szárazabb nap után ez is úgy fölé lett. És én meg mondtam, hogy jó van, éljé. Legyen, lássuk. Ez is egy kisebb, de szép, egészséges. És hát ez van, a többivel is szépek. Tényleg semmi panasz rájuk. Lépünk is tovább. Hát a rozellák. A rozellák nagyon jó vannak. Köszönjük szépen. Nem is tudom, ez az a növény, ugye, amit szoktam mindig mutogatni, de most már nem fér bele a képbe, nem ér el addig a kezem, hogy ott legyen a kezem, ugye, mint arány hozzá képest. Tehát, hát több mint egy méteres, megnőtt. Egészséges, ugyancsak szépek a leveleik, fényesek, semmiféle hiánybetegséget, rovar, gomba problémát én nem látok. A virágai kezdenek stabilizálódni, azaz nem dobálja le őket, mint azokat ott, amik ugye meg vannak sárgulva. Mindegyik most már elkezdte a virágzást szépen. Itt valami rárepít a macsettázásnál. Egy van, amelyik már vidáman terem. Ott. Itt van a termése. Ez az, amit majd leszüretelünk, ezek a vörös, bordó, kevés már itt a fény. Nem tudom, hogy megközelíteni, hogy látszódjon a színe, hogy egy ilyen sötét. Így most látszik. Ott van benne a mag. Na most, az otthoniaknak, akik ezt nevelik. Én nem hagyom meg a magot, mert itt tudok venni nagyon olcsón jó magot, nem fontos. De nektek az első termést nem szabad leszedni, meg kell hagyni. A legelső termést meg kell hagyni, ott a benne lévő bogyó, az majd megbarnul, és egyszer csak úgy elkezd fölrepedezni, mint a májvának is a termése, ilyen gerizdekre ugye. Fölhasad, elkezd, akkor le kell szedni. Fontos ez azért is, mert a növényben kevesebb a betegség még így a korai életkorában, vagy hogy mondjam. Tehát azoknak a magvaknak, amit legelőször szedünk le, a legelső termésben vannak, azokban kisebb az esélye, hogy valamilyen vírusok vagy baktériumok legyenek benne. De odahaza igazán az az érdekes, hogy azért kellene a legelső termésből magvat venni, hogy a koraiasság felé nem esítsétek. Tehát így is nagyon későn kezd el virágozni, és csak a fagyokig tudjátok szedni. Tehát az érdekes, ha minél hamarabb és hamarabb hozná generációra, ugye a növény a virágait. Tehát a legelső virágot hagyjátok meg, illetve a legelső termést hagyjátok meg, és abból kell magot szedni. Mindegyik terem, vagy hát akar teremni, bimbós állapotban van, gyönyörűek, szépek, nem tudok többet mondani. Tök jó. Hát nem sokára, az azt jelenti, hogy hát egy 20 nap, 3 hét. 3 hét múlva már üdítőzni fogunk belőle. A maniókák. Maniókákat elültettem mind, tényleg. Tényleg megvan mind a 12 darab. Itt az első sor. Bum, ezek még ilyen kicsi sárgásak, gyengék, még frissek. Nem is valami jó itt a talaj, hát azért van itt a manióka. Ez itten egy öreg ág volt, majdnem belepusztult, de kihajtott. És én mindig ilyen megbocsájtó vagyok, főleg ha nem annyira életbevágóan fontos növény, akkor jó, hát ha már kihajtottál, meg eddig szenvedtél, akkor most már nem bántalak. Ugyanúgy itt is volt egy öreg ág, hát ő sokkal rosszabbul kezdett hajtani, nem is tudta, hogy akar-e vagy nem, azt kidobtam. És helyette jött itt egy ilyen fiatal, nyurgább hajtás, ami ilyenkor 2-3 napig egy kicsit lankadt, de jó. Másik sorban csupa ilyen kis fiatalokat raktam, nem vaskos ágakat, hanem ilyen vékonyakat, mert én már neveltem ilyen vékonyról is, különben ugyanúgy szép manióka lesz, meg ugyanúgy hozza a manióka gyökeret gond nélkül. Úgyhogy így lesz. Elkezdtem ültetni az édes burgonyát, egyelőre csak 5 darab van itt,
de a napokban mindenképpen szeretném, ha 20 darab itt lenne, és az is lerázva. Igen, van a fehér, vagyis fehér sárgás gumójú batáta, ott egy darázs. Ja, ők a kis darazsak, ezek a kicsik, meg vannak a nagy darazsak. Ezek a kicsik nem veszélyesek. És amott, na ezek viszont a vörös gumójú batáták. Jó, megnyúltak már nekem ott a hajtások a palánta nevelőben, úgyhogy földaraboltam őket ilyen darabkákra. Letéptem a darabkák aljáról a leveleket, csak a hegyén hagytam meg 2-3-at, és ledugtam a földbe, és jó vannak. Ennyi. Na, csak a végére értünk. Basszus, ha tele lesz ez a kert növényekkel, akkor itt a végére egy órás lesz ez a videóm, és a végén tényleg már csak nekem lesz érdekes. De hát basszus, nekem ez a videónaplóm, úgyhogy nagyon sajnálom, ha valakik nagyon unják, de oda lehet tekerni mindig, ha valakit például csak a rozella érdekel, vagy csak a papaja, akkor megnézi azt, és nem hallgatja végig az összes paradicsomos dumámat. Na, szóval szép a kert, ki lett végre tisztítva, szinte teljesen, hát kivéve itt-ott van még néhány fűcsomó, de ezt már elhanyagolhatónak nevezhetjük, szóval tadám, a kert tiszta. És elég jó ki is van gyomlálva, rengeteget kell mulcsoznom, rengeteg anyagot kell behordanom, már készítjük elő, mindenhol ott van ilyen halmokba, ahonnan csak tudjuk. És folytatnom kell az ültetéseket. Jó paradicsommal haladok, de hát még egy csomó minden retek, saláta, egy gumós növény, aminek most egy neve, hikama, hirtelen neve nem jutott eszembe, hikama. Milyen itt még? Most így hirtelen nem is tudom. Hát végülis majdnem csak ennyit, csak azokból mennyiségek lesznek. Már várom, hogy tele legyen. Oké, szép a kert. A paradicsomból már jön egy kis pénzmag, ami ugyancsak nagyon jó. Ennyi legyen, szépen kisétálok itt a bejárat-kijáraton. Hát valami közben, majdnem sikerült egy hátas dobnom. Ha valami közben eszembe jut, nagyon-nagyon fontos, és nem mondtam, majd hozzáfűzöm. Hát akkor sziasztok, mindenkinek a legjobbakat. Na, szóval elméletileg ma videó fog készülni a kertről, éppen a kertet tisztítgatom, gyomlálgatom, hogy szép legyen, mire a videó készül, és észrevettem, hogy itt egy kajmán. Tegnap is már mondták a fiúk, akik itt dolgoznak, hogy látták itt a csatornáimban, hogy már megjöttek a kajmánok, legalábbis egy. Na most innentől kezdve már csendes vagyok, mert akár rá is ijeszthetünk. Na, hát megpróbálok zoomolni, az segít-e valamit, valahol ott kell legyen. Látjuk, ott van, aha, na. Szóval ez egy eléggé szép nagy példány. Ha a pápaszemes kajmán, akkor ez úgy nagyjából a maximum. Mert azok úgy 1,5 méternél nagyobbra nem nőnek. Próbálok közelebb osonni. Hát igen. Ennyi volt. Jó. Kajmán a kertbe. Ezekből sok szokott lenni különben. Na jó van. Majd a varánuszokat is lefényképezem.